Látszólag szélturbinává alakították aktivisták a párizsi Eiffel tornyot, hogy üzenetet küldjenek a politikusoknak a francia fővárosban rendezendő csúcs találkozó előtt, melynek célja, hogy segítsék a fejlődő országokat az éghajlatváltozás pénzügyi kihívásaival szemben. A napi rendelévő javaslatok egyike az adósság átstruktúrálás, de a kampányolók óvaintenek a hamis ígéretektől. A Fridays for Future nemzetközi klímamozgalom ugandai képviselője azt mondja, a politikusok hiába tettek ígéreteket arra, hogyan fogják megreformálni a fejlődő országok pénzügyeit, illetve hogyan juttatnak pénzeszközöket nekik. Ezek hamis ígéretek, világos, hogy ezek a vezetők igazából nem hajlandók segíteni a fejlődő országokon, ehelyett adósságbefektetéseken keresztül hamis fejlesztésekkel szúrják ki a szemüket. Párizsban csütörtökön mintegy 50 állam és kormányfő vesz részt az Emmanuel Macron francia elnök által kezdeményezett új globális finanszírozási paktum csúcs találkozóján.